A hibátlan mérleggel érkező Szeged az elmúlt években sokszor megnehezítette a nyíregyháziak játékát, így a hazaiak dupla motivációval léptek ellenük pályára. Az első negyedet 8 ponttal az NKS nyerte, a második 10 perc azonban 14 ponttal a vendégeké lett. A nagy szünet után ismét a házigazda ragadta magához a kezdeményezést, de a Szeged nem akart leszakadni, 60-57-nél még teljesen nyílt volt a mérkőzés. A hajrában aztán ellenállhatatlan volt Farkasinszky Gyuláni együttese, amely végül 14 pontos győzelemmel zárta a találkozót. Az elején vezettünk, minden úgy néz ki, hogy tökéletes, aztán beállt az ellenfél egy 2-3 a zónába, és mint akik életükben nem látta a kosárlabdát, elkezdtünk ott össze-vissza passzogatni, ugye nem igazán feküdt nekünk azt, hogy az alapvonalat rögtön becsapdázták, a 45-ben betörőre szintén rácsapdáztak, de innentől kezdve, hogy ezt kellett hozzá legalább egy negyed, mire ráéreztünk, hogy ezt hogy kell megoldani. Ennek következően az első fél időben vezetett is az ellenfél, nem titkolom, tehát egy icike-picike fejmosás azért történt a lányoknál. Második fél időre sokkal határozottabban, sokkal keményebben mentünk ki, és talán azt mondom, hogy pontosabban is kezdtünk el dobni, ugye a dobott pontok alapján is látszik. A vendégek edzője szerint a mérkőzés alakulásában kulcsfontosságú volt az, hogy nem tudták tartani a korábban az NB1-ben Szegeden is szereplő, végül 28 pontot szerző és 41-es értékindexet elérő Farkasinszky orsolyát. Én azt gondolom, nekik van egy olyan stabil emberük, akit külön figyelemmel kell kísérnünk, minden alkalommal ugye az orsiról van szó. Ez nagyon sok energiát kivesz ugye eleve a taktikából, és fejben egyáltalán nem volt itt a csapatom. Őszintén megmondva, mélységes családás volt, kimondottan 2-3 tehetségnek kikiáltott játékosomnak a teljesítménye. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén a Vasas Akadémia áll 4 mérkőzésen szerzett 4 győzelemmel. Második a nyíregyházi kosársuli 6-1-es mutatóval. Az NKS szombaton a Vasas otthonában lép pályára.